A legjellemzőbb bűncselekmények közé tartozik az internetes csalás. Számos módszert találtak ki a bűnelkövetők. A rendőrség tapasztalatairól Varga András bűnmegelőzési főelőadó tájékoztatja nézőinket. Jelen pillanatban a tapasztalataink alapján ez az egyik legjellemzőbb bűncselekmény elkövetési forma. Az interneten keresztül követnek el különböző bűncselekményeket, és hát ezeknek az elkövetési módoknak a elemzésével, vagy az elkövetett bűncselekményeknek a körülmény alapján fel lehet hívni a figyelmet egyes elkövetési módokra. Az egyik ilyen jellemző, ami most megy, az a különböző csomagküldő szolgáltatók nevében elkövetett csalás. Itt az történik, hogy nem az interneten valaki meghirdet egy terméket eladásra, és erre vevőként jelentkezik egy személy, kéri az eladónak az e-mail címét, és erre az e-mail címre küld egy olyan linket, és azt kéri, hogy ezen a linken keresztül a csomagküldő szolgálatnak az oldalán beregisztrálva tudja ezt a csomagot majd kézbesíteni. És az a baj ezzel, hogy ez a link igazából ez egy adathalász link, egy hamis link. Ez az oldal, amire ez vezet, pontosan úgy néz ki, mint annak a bizonyos csomagküldő szolgáltnak az oldala, ehhez az oldalhoz megtévesztésig hasonlít. És az ember ez az oldalra rálép, és ott megadja az ott kért adatokat, akkor igazából adathalászoknak juttatja el a saját adatait, lehet, hogy a banki adatait, és ilyen módon hozzáférnek a bankszámlájához, és leürítik a bankszámláját, és a sérelmére bűncselekményt követnek el, csalás áldozatává válik. Ezért kérjük ezzel kapcsolatban, hogy nagyon körültekintően járjanak el, hogyha valaki ilyet kér, hogy küldjék meg az e-mail címüket, és aztán egy linket küld, nagyon nézzék meg, hogy valóban annak a csomagküldő cégnek az oldalán járnak-e, vagy ahhoz egy nagyon, nagyon hasonló hamis oldalon járnak. A linknek a címét kell figyelni, hogy ez tényleg annak az oldalnak a címe, vagy ne arra a linkre kattintsanak, hanem annak a csomagküldő szolgáltnak az önök által ismert oldalára kell belépni, saját magunknak kell begépelni annak az oldalnak a címét, nem az üzenetben kapott linkre kattintani. Ez az egyik, amiből most nagyon sok van, és erre muszáj felhívni a figyelmet. A másik az pedig, ami előfordulhat, hogy SMS-ben érkezik olyan értesítés, ez is lehet, hogy csomagküldő szolgáltnak a nevében küldenek, hogy az ön csomagja kézbesítési sérülés szenvedett. Kicsit magyartan a szöveg, az is árulkodó lehet, hogy mondjuk Google fordítóval fordították, valami teljesen idegen külföldi telefonszámról érkezik. Én kaptam például Franciaországból ilyen üzenetet, persze nem reagáltam rá. De aztán előfordult az is, hogy valamelyik ismert filmcsatorna vagy streaming szolgáltatónak a nevében küldenek ilyet, hogy a legutóbbi befizetése elakadt vagy nem érkezett meg, kattintson az alábbi linkre és fizesse be itt. Ez megint csak egy adathalász oldalra vezet. Tehát kérjük, hogy az ilyen e-mailben, SMS-ben, akármilyen üzenetben érkezett fura linkekre ne kattintsanak rá, hanem hogyha mindenképpen azzal a céggel akarnak szóbálni, akkor a saját maguk gépeljék be a nevét és a címét, és úgy lépjenek be az oldalára, ne egy ilyen linken keresztül, mert valószínűleg egy adathalász oldalra fognak kerülni. Minden korosztálynak megvan a maga ilyen csaló típusa, úgy hívják ezt, hogy romantikus csalás. Ennek az egyik elkövetési módja az, hogy mondjuk középkorú egyedülálló nőket próbálnak meg becsapni olyan módon, hogy gazdag üzletembernek adja ki magát az ember, vagy orvosnak adja ki magát, külföldön valami sztár orvosnak adja ki magát, vagy külföldön szolgáló amerikai katonának adja ki magát, és aztán heteken vagy hónapon keresztül próbál a nőnek a bizalmába férkőzni, szerelmet ígér neki, mindenféle szép szavakat mond neki, egy szerelmes kapcsolat kezd kialakulni, majd hirtelen történik valami probléma, és emiatt az elkövető pénzt kér a nőtől, hogy mondjuk a vagyonát át akarja menteni Magyarországra, és akkor csak veled, majd csak itt fogunk élni együtt, drágám, darling, honey, sweetie, mindenféle szépeket mond neki, és aztán, hogy segítség kellene, mert a vagyon, a pénz elakadt valahol a vámon, és hát vámot kell fizetni, vagy a csomag, amiben küldi a pénzt, elakadt, és a csomagot kell kiváltani, tehát adjon egy kis pénzt, és majd aztán abból a sok pénzből, a vagyonból persze vissza fogja fizetni. Most az a baj, hogy aki ennek bedől és fizet, az egy csomó pénzt fog kifizetni, és a végén kiderül, hogy nincsen amerikai katona, és nincsen üzletember, és nincsen semmi, nincsen szerelem, hanem csak a pénzére hajtottak. Úgyhogy kérjük, hogy az ilyen internetes jelölésekkel, illetve idegen emberek bejelölgetnek, hogy nézzünk utána, hogy valós személyek-e, meg hogyha túl gyorsan, hamar szerelmet ígér, az is gyanús lehet, erre mindenképpen figyeljünk oda.